Mindig megmondtam nektek, hogy nem felejtelek el titeket. Főleg nem akkor, amikor ilyen ünnepek vannak. Azokat a nézőket, akik emiatt iratkoztak rám fel, főleg ezen nőttek fel és ezt várták nap mint nap, hogy megrémissze őket. Hát elérkezett a pillanat és innentől nincs megállás. Hálám jeléül egy nagyon különleges karaktert hoztam el nektek, boldog karácsonyt, kellemes ünnepeket mindenkinek, na és persze jó rettegést, ne is húzzuk tovább az időt, jöjjön a beköszönés! Sziasztok, én Zsombely vagyok, és elérkeztünk egy újabb Minecraft teóriás és creepypastás videóhoz. Let's go! A mai nap folyamán egy nagyon különös karakterre lettem figyelmes. A neve pedig nem más, mint VLLR. Ha nem hiányozna belőle egy I, egy A, egy G és egy E, akkor a villager szóljon neki. Véletlen egybeesés? Nem hiszem, ugyanis ha ránézek a karakter kinézetére, az már sugallhat valamit számunkra. Mindenesetre ez egy karácsonyi különkiadás, tökéletesen beidőzítve nektek, hálám és szeretetem jeléül, hogy sokan azóta is követtek, és ha van tartalom, akkor becsatlakoztok és néztek. Ígérem, ahogy tudok, aktív maradok. Ha már karácsonyi teória, illetve nagyon nagy ünnepi hangulatok, akkor a mai videó támogatója is a zeneba.com, és mint látjátok, van is náluk téli akció, 10% kedvezmény a ho-ho-ho, vásárolj olcsóbban csak a kiválasztott játékokhoz, ho-ho-ho kupon, de attól függetlenül ott vannak a linkek a leírásban, használjátok nyugodtan, nagyon hálás vagyok, hogyha rákattoltok a linkekre is, illetve ha nyilván vásároltok bármit is, különböző kategóriák vannak, önnek ajánlott, legjobb játékok, legkelendőbb ajándékkártyák, közelgő játékok, kategóriák, úgyhogy ha rámentek mondjuk például itt a téli akcióra, amit az előbb mondtam, hogy ha már ünnepezés van, akkor itt egy nagyon jó kategóriák vannak, illetve játékok vannak, ugye különböző kulcsokat kaptok, FIFA 23, Fall Guys-hoz különböző dolgok, pakkok, tehát ilyen főleg hype-olt és tényleg kelendő játékokhoz vannak különböző olcsóbb kulcsok, úgyhogy linkek tényleg ott vannak a leírásban, támogattok azzal, hogy rákattoltok, de ha még vásároltok is, akkor tényleg nagyon hálás vagyok, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, de nyilván nem szeretném húzni az időt, úgyhogy kösz szépen mindenkinek és kezdődjék a videó, jó szórakozást! Nos, mi az Isten lehet az a hátborzongató villager kinézetű teória, mit akar tőlünk, vagy attól, aki találkozott vele, hol találkozott vele és mi történt? Mindez kiderül a mai videóban. Első részben kezdődjék a videóelemzésünk, ahol is White Dog és barátja találkozott ezzel az érdekes és egyben ijesztő teremtménnyel. Let's go! A videó elején White Dog kollégánk elmeséli, hogy 5 éve történt ez az eset egy privát szerveren belül, amit két játékos csinált magának és eltervezték, hogy kijátsszák a játékot. A videó látható is, hogy ezek a bizonyos játékosok It's DJ Crafter 66 és barátja Dog Dude 2005 felléptek erre a kreált szerverre és elkezdték izgalmas kalandjaikat, hát micsoda izgalmas nevek is ezek. Megkezdődött a faütögetés, tervezgetés, kajaszerzés és az idő egyre gyorsabb telésével DJ Crafter felhozta azt az ötletet, hogy érdemes lenne a sötét előtt egy kis kuckót építeni és aludni, hogy újra nappal legyen. Viszont ekkor már meg is történt az, amit mi tudunk, de ők még nem. VLLR 10.000-re állította a játékbeli időt, ez instant nappalra állította a napszakot, csak ugye az esőtől nem látszódik. Na de mi ez a titokzatos név és hogy történhetett ilyen, miközben csak ketten voltak egy saját maguk által készített szerveren? Ezt akarták kideríteni és a két mit sem sejtő haver el is indult a legközelebbi village irányába, ugyanis azt viszont sejtették, hogy a VLLR hasonlít a villager szóra, de nagyon meg voltak ijedve. Mint a cseten is látszódik, poénnak vették amúgy az ötletet, de ha már ilyen történik egy saját világban, akkor miért ne? Megnézik ezt a falut. És ekkor már a csetbe is írt az a különös teremtmény. Azt nem tudjuk, hogy milyen nyelven beszélt, annak ellenére, hogy ez a karakter le is írta utána, hogy 3 betűvel hátrébb ír, de én például így sem tudtam ezt megoldani. Mindenesetre DJ Crafter az fordító segítségével lefordította az első mondatot, ami nem jelentett más, mint kérsz inni? Akarsz inni valamit? Hát a srácok nem nagyon értették, hogy mi történik, sőt egyenesen meg voltak rémülve, hogy hogy fordulhat elő ilyen, és egymást gyanúsítgatták, hogy az egyikük biztos trollkodik, mert ilyen egyszerűen nem létezhet. Aztán egy kis idő elteltével Dog Dude beírta a chatre, hogy haver, VLLR tényleg egy villager, de hatalmas nagy fekete pupillái és fehér szemei vannak, és hogy az egyik falusi házban van. Abban a pillanatban Dog Dude 2005 elhagyta a játékot, sőt, ami még ijesztőbb, hogy VLLR bannolta a játékból. What? Ez hogy lehetséges? Crafter teljes mértékben megrémült és el is akart menekülni a falu közeléből, de egy szempillantás alatt az egyik házba beleteleportálódott. VLLR tette ezt is. Megfordult és az ajtónál egy fura alakot látott. Bam! A villagerhez hasonlító szörny a játékos szemébe nézett, és abban a minutumban megszakadt a csatlakozás a szerverrel. Crafter a való életben is meglepődött, hátradőlt a székben és merengett egy kicsit. Nem bírta felfogni, hogy a játékban, amit ennyire ismert és szeret, mi történt pontosan. Még életében nem félt ennyire, és azt sem tudta, hogy mi lett a barátjával. Aztán ráeszmélt, hogy lehet érdemes lenne ezt a világot kitörölni a mentések közül, hogy ne történjen semmi ilyesmi, hiszen amint megnyitotta a saját szervert az elején, csinált egy mentést is neki. Na gyorsan megnyitotta az abdatát, a pont Minecraftot, és meg is nyitotta a mentések fájlt,
de a világ már nem volt ott. Hát ez rendkívül érdekfeszítő, viszont nekem is van ezzel szemben egy saját elképzelésem, hiszen azért megtudtunk pár dolgot erről a VLR-ről és esetről, magáról a szituációról, kis agytekervényeimet megmozgatva igyekeztem alakítani egy saját sztorit is, és tudjátok, hogy ez mit jelent? Nem más, mint hogy kezdődjék a creepypasta, a storytime. Ez nem lehet véletlen, hogy egy villager került a középpontba. Gondoljunk csak bele, ők tényleg nagyon szerencsétlen mobok a játékban elég sok szempontból, hiszen ha nem segítünk neki és ignoráljuk őket, akkor éjszaka könnyedén megölhetik őket a zombik, valamint a kedve támad a játékosoknak és a semmiért mérgesek lesznek rájuk, random a semmiért lekaszabolják őket, kifosztják őket, szétpusztítják az egész falut. Ebből azért látszik, hogy nem könnyű falusinak lenni. Mi van, ha az egyik villagernek elege lett ebből és történt vele valami? Ennek a kitalált karakternek fogom elmesélni a történetét. Let's go! A Minecraft világokban a legtöbb esetben béke és csend honol, de csak egy ideig, nem minden esetben van így a multiplayeres generált világokkal, mint például a survival szerverekkel. Ezer és ezer játékos fordul meg ugyanabban a világban. Ez nem volt más ezzel a villagerrel sem és villaggel sem, VLLR egy csendes és békés faluban lakott és élt a családjával, minden nap learatták a búzát, a répát, ültettek újat helyette, a learatott mennyiséget félretették a családnak, figyeltek és vigyáztak egymásra, az állataikra, okosan gazdálkodtak, és esténként be is menekültek biztonságos házaikba, hiszen tudták, hogy zombi invázió van, és hogy azt túléljék. Teltek múltak a napok, egész nap csak aratás, gazdálkodás, alvás, és ez rendben is lett volna, de ez az egyik pillanatról a másikra megváltozott. VLLR világa megnyitódott, és játékosok jelentek meg. Kezdetben csak napi 1-2, akik nem bántották VLLR-t és az egész falut se, csak elvitték a búzablokkokat, körülnéztek, semmi más nem történt. A későbbiekben viszont a napi 1-2 játékosból 10-20 karakter is lett, akik már kifosztották a veteményest, elvitték az állatokat, szedegettek a faluból nyersanyagokat, ez több volt már a soknál, és a következő napra szinte sosem tudták visszahozni és kárpótolni a lemaradást a falusiak, főleg nem VLLR és a szülei. Az egyik téli napon, pont karácsonykor, már temérdek fosztogatás robbantás keletkezett. VLLR be is menekült a házukba a szüleik parancsára, ugyanis tarthatatlan lett a helyzet. VLLR az ablakon keresztül figyelte az eseményeket, ahogy a játékosok kegyetlenül lemészárolják a faluja lakosait. És pár perccel később megpillantotta a szüleit is, akik ugyanúgy áldozatául estek az egyik mohó és brutális playernek. VLLR teljesen bepánikolt, sírni kezdett, nem tudta, mit évő legyen. Majd ezután gyorsan kimenekült a házból, majd az egész faluból maga mögött hagyva elpusztított népét és szülőhelyét. Hatalmas és hosszas vándorlásba kezdett. Hál' Istennek senki nem talált rá. De viszont ő sem találta már a helyét a nagyvilágban, és nem is állt másból az élete, csak vándorlásból és útkeresésből. Több év állandó gyaloglás és menetelés után különös területre lett figyelmes. Bizonyos ponttól, vonaltól teljesen vége lett a világnak. Sőt, nem is, hogy vége lett a világnak, de konkrétan le volt zárva. A végtelenségük nyúlt függőlegesen és vízszintesen is, szinte mintha egy elektromos kerítésnek tűnt volna az egész. VLLR még életében nem látott még ilyet, de ha biztosra akart menni, hogy új életet kezdjen valahol és senki ne találja meg, neki ez még mindig nem volt elég és tovább akart vándorolni. Szörnyfüleseknek leeshetett, hogy ez amúgy a border, ami a Minecraftban található, több millió blokk után, pár centi távolságra állt már ettől a végtelen határtól, és amikor megpróbált átlépni, bam! Szana szétrászta, dobálta, égette VLLR-t. Csend volt és sötétség, majd csodával határos módon VLLR életben maradt, kinyitotta a szemeit, és a házának ágyában ébredt fel. Falu teljesen kietlen, kifosztott, porral egyenlő volt, még évek után is. És ahogy VLLR kinézett az ablakon, ezen keresztül megpillantotta magát, és teljesen sokba esett. Fekete fehérség öntötte el testét, a karját, lábait, a fejét, szemeit, mindent. Nem tudta ezt mire vélni, azt se tudta, hogy hogy élte túl, de azt se, hogy ez mitől lett. És emiatt csak egy dolgot okolt. A játékosokat. A játékosok avatkoztak bele az ő és családja életébe. Ők fosztották ki őket. Ők mészárolták le a családját. Ő miattuk kényszerült örökvándorlásba, és ő miattuk lépett át az átléphetetlen határon, és most már ő miattuk néz így ki. Innentől VLLR megfogadta, hogy újjáépíti ezt a falvat, és aki a közelébe is férkőzik, az átkozottá válik, és az életére tör örökkön örökké. Ki tudja, lehet mi is találkozhatunk bármelyik világunkban ezzel az átkozott faluval, és a benne rejlő bosszúra vágyó VLR-rel, szóval ha láttok egy ilyen skint, vagy ha valamiért estéről napra állítódik egy falu közelében a napszak, hát akkor fuss!
Remélem tetszett az a rész is. Igazán rég volt, de remélem megérte rá várakozni, megtettem minden tőlem telhetőt, hogy karácsonyra is hozzak egy kis borzongást. Nem volt semmi ez a vírusos, bosszúhálós villager téma. Higgyétek el, nekem is hiányzott már, hogy ilyen rémisztő és izgalmas sztorikat meséljek el, és ilyen furcsa kinézetű bestiákról kalandozzak. Ha toltok egy hatalmas nagy lájkot, illetve egy feliratkozást, azzal is látom, hogy már vártátok, és hogy még szeretnétek hasonló tartalmat látni a csatornán. Nagyon szépen köszönöm, illetve ott van egy Linktree is, minden elérhetőségem opció a leírásban, minden elérhetőségem tényleg ott van megtalálva, csekkoljátok le. Viszont én most búcsúzom, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és találkozunk legközelebb is, zsombejfanok. Sziasztok!